Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 30. szemeszterének 11. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 30. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízióban tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönségek között, ezért önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Jancsák Csaba, ifjúságkutató, szociológus, tanszékvezető egyetemi docens. 1995-ben szerzett történelem magyar szakos általános iskolai tanári végzettséget a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2003-ban szociológia szakos bölcsész végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen. 2005-től az STE oktatója, tanár és pedagógus képzéseinek továbbá kisebbségpolitika, közösségi és civil tanulmányok, szociológia, szociálpedagógia, szociálpolitika, társadalmi tanulmányok szakjainak oktatója. PhD minősítését 2012-ben a Debreceni Egyetemen szerezte neveléstudományokból a nevelés szociológia téma területén. 2021-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenleg az STE JGPK Alkalmazott Társadalom Ismereti és Kisebbségpolitikai Intézet Alkalmazott Társadalom Tudományok Tanszékének vezetője. 2014-től az MTA köztestületi tagja, 2016-tól az MTA STE Elbeszélt Történelem és Történelem Tanítás Kutatócsoport vezetője. Az MTA Szegedi Területi Bizottság Szociológiai Munkabizottság elnöke. Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Pedagógiai Tudományos Bizottság Nevelés-Szociológia Albizottság tagja. A Magyar Nevelés és Oktatás Kutatók Szövetségének vezetőségi tagja, az Állampolgári Nevelés és Oktatási Jogok Szakosztály vezetője. 2022 tavaszától a Szegedi Tudományegyetem interdisziplináris kutatásfejlesztési és innovációs kiválósági központ társadalmi felelősségvállalás kompetencia központjának vezetője. Kutatási területei: oktatás és társadalom, család és ifjúság, az egyetemi hallgatók életvilága, az ifjúság aktív participációja, ifjúsági mozgalmak, elbeszélt történelem és történelem tanítás. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen ezt a kedves felkonferálást, kedves jelenlévők. Én nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, egyetemünk professzorait, tanártársaimat, és megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel az egyetemi ifjúság képviselőit, azokat a hallgatókat, akikkel ezt az időutazást fogjuk tenni a múltba, közel 100 évvel ezelőttre fogom önöket elkalauzolni. Az előadásnak a fő fókusza az tulajdonképpen egy történeti ívet próbál rajzolni az 1930-as évektől kezdődően egy 20 éves folyamatról, annak is három fejezetéről, de ez a három fejezet, ez egészen 1873-tól kezdődik és tart napjainkig is, és egészen tartani fog majd a 22. század, 23. század, és így tovább. Generációkon átívelő értékátadásokról fogok én beszélni. Alapvetően tehát egy történeti előadást fogok tartani. Ilyen módon tehát lehetne a régi módi történetmesélésnek a karaktere is. De én magam egy ifjúságkutató vagyok, és a szemléletmódom a szociológiai, tehát fogok néhány elméleti alapot tenni. Az előadásomnak a mottójául Max Weber több mint 100 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatait választottam. Úgy vélem, hogy az előadás végére majd kirajzolódik, hogy mi ennek az üzenete. Max Weber azt vallja, hogy az egyetemeknek
köztük a Szegedi Egyetemnek is, az oktatás, a kutatás mellett van egy harmadik, egy rendkívül fontos feladata, hanem a legfontosabb küldetése, az pedig az intellektuális becsületesség kialakítása az új értelmiségi nemzedékben. A kialakítás, illetve a megerősítés. Ezt mondjuk úgy, hogy az értelmiség értékszocializációja. Az előadásom ezen kulcsszavak mentén szerveződik. Tehát akkor néhány elméleti alapvetés. Négy kiinduló tézist fogalmaztam meg, az egyetemek polgársága értelmező közösséget alkot. Ez egy sajátos polgári viszonyból levezethető, eredeztethető az úgynevezett univerzitás polgárjogból. A második ilyen kiinduló állítás az, hogy az egyetemeken az oktatás mellett értékek átadása is zajlik. Ezt úgy hívjuk, hogy reszocializáció az életünk végéig tart, és ez az, amit az előbb említettem már, az úgynevezett értelmiségképző funkció. A harmadik kiinduló állítás az az, hogy a cselekvés minták, tehát azok a történések, amik egy adott egyetemi korosztály, tehát a felsőoktatási életszakasznak a hétköznapjaiban történnek, ezek a cselekvés minták, ezek jelentéshordozó szimbólumok. Jelentésekkel bírnak, és szimbolikus jelentésekkel bírnak a felsőoktatási színpadnak az aktorai, a felsőoktatás szereplői számára. És végül a negyedik az az, hogy az egyetemek minden mástól független és megkülönböztethető mikroklimával rendelkeznek, és ebből kiindulva állíthatjuk azt, hogy az egyetemeknek van egy saját felsőoktatási szervezeti személyiségük. A második ilyen elméleti pillér, amelyre az előadásomat helyezem, Roger Hart modelljén alapul. Ez az ifjúság participációjának, ez a participáció, ez egy szakkifejezés arra nézve, hogy a fiatalok bevonódásának a lépcsőfokait jelentik, és bár én itt a magyar nyelv szabályait követve lefelé ábrázoltam az egyes lépcsőfokokat, ahogy a sorokat írjuk, szép magyar anyanyelvünkön, de ez egy létra tulajdonképpen, amely lépcsőfokain egyre felfelé haladunk az aktív és valós bevonódás felé. Az első lépcsőfok az, amikor a felnőttek megkérdezik a fiatalokat, de a döntéseket azt maguk a felnőttek hozzák. A második szint, tehát azt képviseli, amikor a döntéseket bár a felnőttek kezdeményezik, de együtt hozzák meg a fiatalokkal. A harmadik az az, amikor a fiatalokhoz van delegálva az a lehetőség, hogy döntéseket hozzanak, hogy szándékokat határozzanak meg, és fiatalok hozzák a döntéseket, és végrehajtják azokat. És a harmadik a legmagasabb bevonódási szint, amikor az ifjúság tagjai hozzák meg a döntéseket, de ebbe a végrehajtásba és a döntések meghozatalába bevonják a felnőtt társadalomnak a képviselőit is. Ez tehát a participáció létrája Roger Hart szerint. A harmadik egy szociológus Robert Merton elmélete. Robert Merton azt vizsgálta, hogy a konformizmus és a lázadás az miképpen jellemzi az emberek személyiségét, az emberek társas környezetét. Ő maga az elérendő célok és a meghatározott eszközök viszonyrendszerére egy négyes tipológiát dolgozott ki. Az első, ennek a tipológiának az első eleme az, amit ritualizmusnak hív Merton, amikor az adott személy a célokat nem fogadja el, de az eszközöknek tulajdonképpen rutinszerűen megfelelve végzi a hétköznapi praxisát. A második az, amit visszahúzódásnak, vagy mai kifejezéssel begubózásnak is hívhatunk, amikor az egyén a célokat és az eszközöket is elveti, visszahúzódik a személyes kis terébe, és nem vesz részt a társadalom dolgainak az ügyviterében. A harmadik az, amit ribilliónak, vagy más néven lázadásnak is nevezhetünk, Merton után szabadon, amikor az egyén azzal a szándékkal, hogy új célokat hozzon létre, új célokat és új eszközöket vesz elő, határoz meg, és a régebbi, a korábbi célokat és eszközöket pedig félreteszi. És végül előadásunk szempontjából a negyedik, a legfontosabb ilyen tipológiai elem Mertontól, az pedig az újítás, vagy más néven innováció, amikor az egyén a célokat elfogadja, és ugyanakkor addig nem használt eszközöket
mozgósít, tehát új dolgokat hoz létre, új megvalósítási módozatokat, új szerveződéseket hoz létre. Az első fejezet, kedves kollégák, tehát ez a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1930-ban indult el a tanév, itt a mostani épületünk mögött található ma bölcsészet és társadalomtudományi karnak helyet adó épületben. Ez akkor az úgynevezett Szukováti tér volt, majd fogunk látni ebből egy képet is. 1930-ban kezdi meg egyetemi tanulmányait hazánk egyik legnagyobb költője, Radnóti Miklós, és ő a barátaival arról kezd beszélgetni, hogy az érdeklődésüket, a művészet iránti oldhatatlan szeretetüket és vágyukat és rajongásukat az alkotási vágy iránt, ezt valamiféle diákköri szervezeti keretben lehetne a leghatékonyabban megvalósítani. Akkor ők, ez a kép ez 1936-ból ábrázolja egyetemünk mai központi épületét a Dugonics téren. Akkor ők úgy gondolják, hogy létre kell hozni egy olyan ifjúsági szerveződést, egy ifjúsági önképző szervezetet, amelyen belül az alkotásaikat szélesebb közönség számára is tudják publikálni. Tehát mondjuk egy színházi előadást, egy felolvasóestet, egy irodalmi művet meg tudnak jelentetni több példányban, nyomtatásban. Maga a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, tehát 1930-ban alakul, a szerveződése egyrészt a Bethlen Gábor körből, ez a Bethlen Gábor kör, egy zárójeles megjegyzés, már a Kolozsvári Egyetemen is jelen van, elsősorban református hallgatók a tagjai, és az egyetem Kolozsvárról menekülése és Szegeden való otthon találása után is folytatja a működését ez a Bethlen Gábor kör. Ez tehát az első alappillére a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. A másik pedig az, hogy ezek a fiatalok alapvetően olvassák a külföldi mozgalmakat, mozgolódásokról szóló híradásokat, és az akkori népi mozgalomnak egy nagyon jelentős ága a tanya és falukutató, tanya és falu fejlesztő mozgalom, ennek ők az érdeklődési köreikbe tartozó tárgynak tulajdonképpen az egyetemen kívüli beszélgető köreikben is megnyilvánuló módon foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát magyarán ez a két pillér, amelyből az indulás megtörténik, ugyanakkor pedig nem csak tisztán a falu kutatásra helyezik a hangsúlyt, hanem több más művészeti ágban is jeles értékeket teremtenek. A falukutatásról annyit, én oda is raktam erre a kis szlájdra, hogy 1930-ban 2011-szer, 31-ben pedig 211-szer és 31-ben pedig 189-szer mennek ki tanyákra, falvakra, ahol résztvevő megfigyeléseket és interjúkat készítenek, és megfigyelik a magyar falusi népességnek az életvilágát. Ebben a felsorolásban láthatjuk a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának legjelesebb tagjait, talán mag legismertebb tagjait. Most azért egy zárójeles megjegyzés, hogy többen vannak a tagjai, természetesen hosszabb, rövidebb időre közel 200-nyi egyetemi hallgató csatlakozik ehhez a mozgolódáshoz. 1937-ben történik egy nemzetközi hírt is megélt programjuk, Dudarra mennek el egy falu kutató mozgalom, vagy falu kutató eseményre, kutató táborra, ugyanakkor pedig a következő évben már Budai György, aki a Művészeti Kollégiumnak az elnöke, a diákelnöke kezdeményezi, hogy tekintettel arra, hogy már mindannyian elvégezték az egyetemet, a körnek a tevékenységét ilyen módon szüntessék meg, alakítsák át baráti kapcsolatra. Ezen a képen itt a Művészeti Kollégiumnak a tagjai közül talán jól kirajzolódik itt Radnóti Miklós arcéle, és ő itt fogja a vállát Bálint Sándornak. Bálint Sándorról még több alkalommal fogok ezen előadás keretében beszélni. Kevesen tudják, hogy a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kezdeményezte
a szegedi szabadtéri játékoknak az elindulását, sőt, az első előadás 1933-ban, itt az előadás próbájáról egy képet láthatunk, 1933-ban a Művészeti Kollégium egy tagja Hont Ferencnek a rendezésében történt meg Madách Imre az Ember tragédiája című műve. Ennek a bemutatása a Domtéren. A következő ilyen tevékenységi kör, ez a különféle irodalmi alkotások és irodalomtörténeti munkáknak a megjelentetése, például Ragnóti Miklós első három kötetét, a lábadozó széltől az újholdig, és a kettő között, ez két verses kötet, és a kettő között pedig Kafka Margit művészi fejlődéséről írt doktori értekezését is a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma jelentette meg. Kik voltak ennek a diák szerveződésnek a mentortanárai, ma mondhatnánk így ezt a kifejezést, hogyha elolvassuk Radnóti Miklós levelezését, amit Bíró Balogh Tamás kiváló kollégám szerkesztett egy remek kötetbe, vagy akár Radnótiné Gyarmati Fanninak a naplójának a kétkötetes művét, akkor azt látjuk, az rajzolódik ki előttünk, hogy ez a közösség, ez nem csak egy hagyományos mester-tanítvány viszonyt jelentett, mármint az oktatók és a hallgatók között, hanem egy annál sokkal szorosabb, sokkal magasabb és lelki értelemben mélyebb köteléket is jelentett. Részben ekkor egyetemünk professzoraként működő Sík Sándor irodalomtudós esetében, aki a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma tagjainak ilyen atyai tanítómestere volt, és részben az akkor ifjú oktató, a későbbi legszögedibb szögedinek nevezett jelentős néprajzkutató Bálint Sándor vonatkozásában, aki pedig egy ilyen idősebb, kritikus barát, támogató barát szereppel kísérte az ő munkájukat. Nem véletlenül ugye az előző képen azt látjuk, hogy Radnóti Miklós a vállára tett kézzel fejezi ki ezt a baráti viszonyt. A második fejezet, kedves kollégák, ez már az 1940-es éveknek a világát fogja megmutatni. A Szegedi Egyetemi Ifjúság Egység szervezetéről szól ez az előadásnak ez a része. 1904, ez a Szukováti térű épülete az egyetemnek, ugye ez a mai Egyetem utca, illetve erről az oldalról nézve Ady tér, és az a szimbolikus tér, amiről majd többször fogok beszélni, ebben a ilyen félhenger épület részben itt található Auditorium Maximum, ez az egyetemnek a nagy előadója. 1940-ben, október 29-én az akkori Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak az államtitkára leutazik Szegedre, azzal a céllal, hogy részt vegyen az egyetem tanácsának az ülésén, annak az egyetemi tanácsülésén, amely a Kolozsvárra visszaköltöző Ferenc József Tudományegyetem után Szegeden létrehozott Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem első rektorának a megválasztásának a napirendjét tárgyalja éppen. Tehát ez az az időpont, amikor egyetemünknek a kolozsvári, vagy egy részének a Kolozsvárra való visszatérése után a további szegedi működés vonatkozásában első rektorát megválasztja a Szegedi Egyetemi Közösség. És itt az egyetemi tanács tagjai egyhangú döntéssel választották meg egyetemünk akkori nemzetközi értelemben is legjelentősebb professzorát, Szent Györgyi Albertet, az intézmény vezetőjének. Szent Györgyi Albert, aki egy jó értelemben vett progresszív és hallgatóbarát gondolkodó volt, mind a mellett, hogy a tudományos nívóját nem érheti semmiféle kétség. Az első alkalommal már arról beszélt az egyetem vezetésének, a rektor helyetteseinek, hogy komolyabb hallgatói életet szeretne teremteni az egyetemen, hogy azok a kötelékek, amelyek az oktatókat és a hallgatókat abban a pillanatban még elválasztják, azok többé még szorosabbra fűződjenek,
és ne álljon távol egymástól az egyetemi oktató és az egyetemi hallgató. Ezért tehát felkéri Polner Ödönt, a jogi karnak az oktatóját, hogy készítsen egy vizsgálatot, mégis milyen a diák élet akkor a szegedi egyetemen. És akkor Polner Ödön arra a meglepő eredményre jut, hogy a szegedi egyetemen bár több diákszervezet is létezik, de mindegyiknek az irányítása az külső kezekben van, jellemzően egyébként vagy felnőttek által, tehát már nem egyetemi hallgatók által vezetettek ezek az egyesületek, vagy például politikai formációk által vezetettek. Ilyen volt például a Turul Szövetség, amelynek a vezérkara, ezt maga így is hívta a Turul Szövetség a saját vezetőt, hogy vezérkara, például nem egyetemistákból állt, és egyébként Budapesten székelt. Ekkor Polner Ödön kutatási eredményeire alapozva Szentgyörgyi Albert összehívja ide a Szukováti téri Auditorium Maximumba az egyetem hallgatóságát december közepére, és ott ő elmondja azt a beszédet, amely programadó beszéd tulajdonképpen részben az ő egyetemi rektorságának, tehát ez részben az egyetemi rektori programja, részben pedig egy új egyetemi ifjúsági szervezetnek a születése is. Két híradást hoztam a korabeli napi sajtóról erre vonatkozóan. Ekkor, ezután az esemény után Szentgyörgyi Albertet az irodájában, a rektori hivatalban keresi fel a Turul Szövetségnek a vezetősége. Ez egy szélső jobboldali szövetség, gondolom, hogy a névből adódóan ezt már önök meg is fejtették, és azt követelik a rektortól, hogy engedje be a Turul Szövetséget az egyetemre szerveződni. Ekkor Szentgyörgyi Albert azt a választ adja, hogy ő csakis a szegedi egyetemi hallgatók által létrehozott diákegyesületet támogatja, mégpedig azt a diákegyesületet, amely nem frakcionál, amely nem osztja meg az egyetemi diákságot érdekképviseletei, vallásfelekezeti és sportegyesületeire. Ezután a Turul Szövetségnek a vezetői hát dühösen ajtót csapkodva távoznak, majd, zárójeles megjegyzés, Szentgyörgyi Albert rektorságát egyébként végig kíséri a Turul Szövetségnek a folyamatos provokációja. Volt egy alkalom, amikor egy előadására botokkal mentek be, hogy őt és a jelenlévő hallgatóságot botokkal elverjék. Hogyan épült fel a szegedi egyetemi ifjúság? A munkaközösségek szerint ez az itt látható 7 munkacsoport dolgozott. Én pirosan emeltem ki a 2 legjelentősebb munkaközösségüket. Erről szeretnék részletesebben is beszélni önöknek. Az első az a Magyarság ismereti munkaközösség. Ennek Kis Sándor volt a vezetője, egy ilyen 20-30 fős csoportról beszélhetünk. Maga a csoportnak a szerepvállalása részben felébreszteni az egyetemi hallgatóknak az identitását, megerősíteni az identitását, részben pedig, és ugye itt láthatunk mindjárt egy kontinuitást a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma irányából, a falukutatások, illetve a falu segítés és ezeknek a fejlesztéseknek a szervezése. Ők maguk szervezik meg 1942-ben az első olyan, ma úgy mondanánk, hogy nem formális képzést, amelyet egy népfőiskolának neveznek, és ugye január 7-e és 22-e között történik itt a Délalföldön. A második igen jelentős munkacsoportja a Szegedi Egyetemi Ifjúság Egység Szervezetének, ez pedig a Színjátszó Társaság. A Színjátszó Társaság itt az aditéri, mai aditéri Auditorium Maximumban tartotta a próbáit, és egy fél éves próba folyamat eredményeként létrehozták, megszületett a Hamlet előadásuk. Ez az előadás olyan nagy sikert aratott, hogy Szentgyörgyi Albert visszaemlékezésében külön ki is emeli, hogy a Nemzeti Színház meghívta a színjátszó csoportot, és kétszer elő kellett adni Budapesten ezt a darabot. Az előadásokról tulajdonképpen nem csak a helyi, hanem az országos sajtó is
beszámolt, és lelkes cikkekben ecsetelte a szegedi egyetemi ifjúságnak ezt a szerepvállalását. Két jelentős színész palánta alakja volt, az egyik Szász Károly, aki a magát Hamletet játszotta, és a másik pedig Tóth Kata, ő vegyészhallgató volt, egyébként Szent Györgyi Albertnek tanítványa is. A rendező pedig ifjabb Horváth István. A Szegedi Egyetemi Ifjúságnak a Színjátszó Társaságának az előadásai előtt ilyen bevezető előadások voltak, ilyen kis előadásokat tartottak, illetve köszöntőket. Itt, hogyha megnézzük, utána nézzünk az egyetemi levéltárban, akkor azt látjuk, hogy kirajzolódnak azok a nevek, amelyeket már az előző fejezetben említettem, Szent Györgyi Albert, Sík Sándor, illetve Baróti Dezső. Baróti Dezső ekkor már nem egyetemi hallgató, ugye Radnóti barátja és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának jeles tagja Baróti Dezső, itt már egyetemi tanársegédként támogatja, mentorálja az 1940-41-es egyetemi színjátszást. És akkor itt Sík Sándor, tör egy idézet, aki nem tudja, mi az a közösségi munka, vegyen részt egyszer fiatal színjátszóink egy esti próbáján, és meg fogja sejteni, hogy itt olyan erők dolgoznak a lelkek mélyén, amelyektől a nemzet élete vagy halála függ. Szent Györgyi Albert 1941 tavaszán a Dél-Magyarországban közöl egy nyilatkozatot, és ott ő erről nyilatkozva említ a Hamlet előadásról. Én annyit szeretnék ebből kiemelni, a Hamlet előadásában résztvevő diákok lelkükben olyan értékeket fognak az egyetemről magukkal vinni, amelyeket semmiféle katedrai előadás nem tudna nekik nyújtani. Itt is tehát azokról a társadalmi értékekről van szó, amely egy egyetemi, ifjúsági mozgolódásnak, mozgalomnak, szerveződésnek a keretében került előemelésre. A történelem viharai hát közbeszólnak, egyrészt a Színjátszó Társaság, másrészt pedig a Szegedi Egyetemi Ifjúság Egység szervezet vonatkozásában. 1941 nyarán megszületik az a törvény, az az ordas törvény, amely már faji alapon, vagy faji alapról kiindulva megtiltja a házasságot zsidó és nem zsidó származású személyek között. Ilyen módon egyébként ifjabb Horváth István, aki egy református identitású, ám a törvények szerint zsidó származásúnak tekintett személy, és az ő szerelme a Gertrudis szerepében is kiválót parádésat alkotó Tóth Kata, tekintettel arra, hogy a törvény az ő szerelmüket megtiltja, és az ő boldog jövőjük elé egy üvegplafont állít, ezért felutaznak Budapestre, és a Carlton szállóban 1940. októberében öngyilkosságot követnek el. Az öngyilkosságot egyébként Katalin, aki vegyészhallgató, az egyetemi laborból magával elvitt méreggel történik. Szent Györgyi Albert ekkor igen megrendül, és azt később is úgy emlékezik erre egyébként, hogy bárcsak engem kerestek volna meg, akkor találtunk volna erre valamilyen megoldást. Sajnos nem így történt. Szent Györgyi Albert ekkor ebben az állapotban teszi azt a rendkívül jelentős kijelentését, aki faji vagy nemzeti gyűlöletet hirdet, ellensége hazájának. Ezzel tulajdonképpen ez a második fejezet is véget ér, itt most a történetmesélésünkben, és lépjünk előre az 50-es években a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megszületésének az időszakára. Itt is egy korabeli egyetemi nyitóképpel szeretnék egyfajta hangulatot ide rajzolni önök elé. Ez az 50-es éveknek az időszaka, amikor a nem munkás és nem paraszt származású, tehát X-esnek vagy egyéb származásúnak kategorizált fiataloknak az egyetemre való bekerülését csak 10%-ban határozták meg. A mindennaposak voltak az egyetem világában
a különféle besúgóknak a beépítése, beszervezése, és maga ugye ez a recsknek és a hortobágyi kitelepítésnek az időszaka is, tehát a Rákosi féle diktatúrának az időszaka, amikor az egyetemeken rendkívül éles levegő van, a csengő frász az, ami körülölei az egész magyarságnak a hétköznapjait, és hogy ezt úgy a városlakók, mind az egyetemi polgárok érezzék is, az egyetem központi épületének itt alul egy Rákosi féle címer található, az első emeleten itt kevésbé látszik, talán ez egy Sztálin fej, és itt pedig egy óriási vörös csillag jelzi, hogy ez bizony a kommunista diktatúrának az időszaka. 1956. októberében az egyetemi hallgatók visszatérnek a nyári szünetről, a fiúk egyébként egy katonai gyakorlatról térnek vissza, mert ebben az időben még egy hónapos nyári katonai kiképzésre kell menni a fiúknak. Visszatérnek, és arról beszélgetnek, hogy ez az egyetemi oktatás, amiben ők részt vesznek, ez nem igazán jó, ez nem megfelelő. Nem megfelelő, mert nem tanulhatnak nyelveket, csak orosz nyelvet tanulhatnak, de azt viszont kötelező tanulni. Nem utazhatnak külföldre, azaz, hogy utazhatnak, csak hogy keletre és nyugatra nem. Hogy nincsen diákkedvezmény sem a kulturális intézményeknél, sem a tömegközlekedési utazásoknál, hogy nem jó a menza, és hogy egyáltalán nagyon merev a diák élete az egyetemnek. Arról nem is beszélve, hogy egy marxista ideológiai nevelés történik az egyetemen, ezt kell biflázniuk, mi kötelező tantárként, miközben a szakmai tárgyakban nincsen komoly minőségi oktatás. Hát ebben a gondolkodásban Kis Tamás, Lejtényi András jogi kari hallgatók, vagy Abrudbánya Iván jogi kari hallgató, vagy Aszalós János természettudományi kari hallgató, Vető Miklós, Tóth Imre, és még sorolhatnám a neveket, egyre bővülő körben beszélnek erről. Október 13-án rendezik meg az egyetemi bált. És ezen az egyetemi bálon ezek a fiatal emberek oda mennek Baróti Dezső rektorhoz, és elmondják neki, hogy mivel megingott a bizalom a korszaknak a pártállami ifjúsági szervezetében, amit úgy hívunk, hogy DISZ, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, ugye ez volt az a szervezet a pionír mozgalomnak a mintájára, amelyben minden fiatalnak kötelezően be kellett lépni, és nem volt más ifjúsági szervezet. Tehát, hogy megingott az egyetemi hallgató bizalma a DISZ-ben, és egy saját az egyetemi polgárjogból eredően, vagy levezethetően az egyetemisták speciális érdekeit képviselő szervezetet szeretnének létrehozni. És akkor erre azt mondja a rektor ezen a bálon, hogy hát kedves fiatal barátaim, most azt gondolom, hogy nem most van itt ennek az ideje, hogy ezt megbeszéljük itt a bálban, érezzék jól magukat, ám hétfőn keressenek fel a hivatalomban, amikor is ezt megbeszélhetjük, ezt a kérdést. És valóban így is történik, amikor a későbbi megtorlás iratokat átnéztem, akkor mind Baróti Dezső, mind pedig a többi résztvevő hallgatónak úgy a vádiratában, mind az ítéletében, mind pedig a különféle jegyzőkönyvekben és besugói jelentésekben ez szerepel. Részben az, hogy a szegedi egyetemi hallgatók október 13-án már arról beszélnek teljes nyíltsággal, hogy a DISZ-ből ki fognak lépni, illetve hogy a rektor ezt támogatja. Október 16-án egy nagyon meglepő dolog történik, méghozzá az, hogy ez a plakát, ez a kis plakát, ez egy ilyen A5-ös kockás papírt képzeljenek el, amit egyébként egy Göncöl Dezső nevű pedagógiai főiskolai hallgató kézzel írt, 5 darabot, és 5 darabot helyeztek el az egyetem 5 épületében. A plakát azért okozott egy nagy meglepetést, mert a korabeli rend szerint nem lehetett olyan plakátot elhelyezni, ami nem szerepelt a tanulmányi és személyzeti osztálynak a pecsétje. Na, ezen a plakáton viszont semmiféle pecsét nem volt. Persze, önök most azt mondják, hogy itt van egy pecsét rajta, ez később került rá, amikor az egyetemi könyvtár bevételezte ezt az irattárába. Tehát ezen a plakáton nem volt semmiféle bélyegző. Ilyen módon tehát ez egy illegális plakát volt. És hoppá, itt egy plakát, ami nincs pecsét, nincs bélyegző. Mit ír ez? Ó, gyertek el az auditorium maximumba, október 16-án, 5 órára, és teremtsünk igazi demokrata egyetemi életet.
Hoppá, hát ez valami olyan dolog, ami azelőtt elképzelhetetlen volt. Október 16-án az egyetem nagy előadója, az Auditorium Maximum csordulti megtert fiatalokkal, egyetemi hallgatókkal. És azok a srácok, Kis Tamás és társai, Lejtényi András és Abrudbányai és Vető és a többiek, megérkezvén a terembe azt látják, hogy a katedrán a korabeli gyakorlat ellentétesen nem ül senki. Nem ülnek ott a pártvezetők, nem ülnek ott a díszvezérek. Egész egyszerűen fellépnek a katedrára, és azt mondja a Kis Tamás, hogy mi vagyunk azok a fiatalok, mi vagyunk azok a hallgatók, akik talán már hallottatok róla, kollégiumban, az egyetemi bárban, az egyetemi közösségi tereken, mi ezt terjesztettük, hogy mi vagyunk azok, akik kezdeményezzük, hogy kilépjünk a díszből, és alakítsunk egy saját szervezetet. Hát ez egy elképesztő novum ebben a korszakban. Egyáltalán, hogy valaki arról beszéljen, hogy valamiből kilépjen, ami bekötelezően be kellett lépni. Még aznap az ülés következő részében, vagy fázisában elkezdik megbeszélni a tanulmányi követeléseket. És ahogy ezt lenni szokott, egy 20 perc alatt onnantól indulva, hogy az orosz nyelv mellett más nyelveket is lehessen tanulni, hogy ne legyen kötelező az orosz nyelvet tanulni, eljutnak oda, Putnik Tivadar, bölcsész hallgató feláll, szót kér, és azt mondja, hogy követelhetnénk az orosz csapatok távozását is. Egy leheletni csend, és felrobban a terem. És akkor Kis Tamás lehűti a kedélyeket, és azt mondja, most itt csak addig jussunk el, hogy megalakítjuk a szervezetet, a Diák Szövetséget, amelynek az lesz a neve, hogy Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, és mindenki menjen haza a saját karára, alakítsátok meg ott a MEFESZ szervezeteteket, fogalmazzátok tanulmányi és politikai követeléseket, és október 20-án térjünk vissza ugyanide. És akkor meg fogjuk majd beszélni, és el fogjuk fogadni a szegedi MEFESZ-nek a követeléseit, a tanulmányi és politikai követeléseit. Így október 16-án visszamennek a karaikra, az intézményekbe, az orvosegyetemre, a Szegedi Tudományegyetemre, a pedagógiai főiskolára, a zenetanárképzőre, és a következő néhány napban mindenütt nagy gyűléseket hajtanak végre, mindenütt megtartják a MEFESZ alakulőülését, és politikai, illetve tanulmányi követeléseket fogalmaznak meg. Október 17-én Diáktestvéreink címmel gépelnek egy röpiratot, egy tucatnyi példányban, 10-12 példányban ilyen indigóval, az Auditorium Maximum melletti tanári szobában, és ezek körbe mennek az országban. Majd a későbbiekben még látni fogjuk, hogy milyen hatása van ennek a szikrának. Ennek a röpiratnak az első mondatait nagyon nehezen olvasható talán, ezért ide kiírtam. A Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Orvostudományi Egyetem, a Szegedi Pedagógiai Főiskola és a Szegedi Zenetanárképző hallgatói 1956. október 16-án létrehoztuk saját egyetemi ifjúsági szervezetünket, Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. Erről az eseményről Pálffy György, a Pedagógiai Főiskola tanársegédje, teszem hozzá később, ő volt az, aki a komáromi gyermekfalut megalapította, mint szociálpedagógus, de ekkor még tanársegéd a pedagógiai főiskolán, értesül, és fölhívja egy barátját, Garai Györgyöt, a Magyar Rádiótól, hogy te, Gyuri, itt valami elképesztő dolog történik, szegedi hallgatók ki fognak lépni a díszből, és tanulmány és politikai követelésekről beszélnek. És akkor Garai György a Magyar Rádiónak egy ilyen nagy szalagos magnójával megérkezik Szegedre október 20-án, és az egész október 20-ai nagygyűlést felveszi, rögzíti rádióra. Kedves kollégák, a kutatónak ez egy igazán kegyes pillanat az élettől, vagy a történelmi múlttól, amikor egy eseményt nem csak levéltári forrásokban, visszaemlékezésekben, oral history interjúkban, vagy vádiratokban és ítéletekben tud megvizsgálni, hanem van egy hangfelvétel, amelyről visszakövethető, amelyen meghallgatható az, hogy miről beszéltek, és ráadásul milyen mikroklímában. Ezen az eseményen, az október 20-ai eseményen nem csak hallgatók szerepelnek, itt az elnökségben, aki áll, ő Lejtényi András joghallgató,
majd később róla lesz szó, akit mellette ül Kis Tamás, joghallgató, itt középen perbíró József, ő a jogi karnak dékán helyettese, helyettesíti a dékánt ebben az időben. Őt azért hívták erre az ülésre, mert ő volt a Diákjóléti Bizottságnak a vezetője is. Egy népszerű oktató a hallgatók körében, egy nagyon hallgatócentrikus oktató. Erre az ülésre meghívják, és el is fogadja a meghívást. Itt a jobb oldali képen az ősz bácsi, ő Baróti Dezső, ebben az időben, tehát 1956-ban az egyetem rektora, és mellette Fodor Gábor, ő kémikus, és ebben az időben a természettudományi kar dékánja, az 1955-ös tanévben pedig az egyetem rektora volt. Tehát a prorektor és a rektor is jelen van ezen az eseményen. Itt most meg fogunk hallgatni egy részletet az ülés hangfelvételéből, a szervezet létrejöttének az indoklásával. 5. pont. A szövetség célja, hogy az egyetemekről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a nemzet agyát van hivatva képviselni, ne közönyös passzív tömeg, ne gyáva, gerinctelen és önző réteg legyen, hanem népéért, hazájáért, boldogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg. Ne riadjon vissza az igaz szó kimondásától, hanem képzettségével, tudásával, tehetségével népünket, hazánkat szolgálja. Ezen az alkalommal először a tanulmányi követelésekkel kezdenek. Itt soroltam fel azokat a tanulmányi követeléseket, amiket vagy előzetesen kidolgozva, vagy pedig az ülésen elhangzott módon fogalmaznak meg, és majd megőrzött a számunkra ez a rádió felvétel. De egy 45-50 perc elteltével áttérnek a politikai követelésekre. Ismét egy részlet fog következni. Azt javaslom önöknek, hogy figyeljék a követelések elhangzása utáni tapsból leszűrhető következtetéseket arra, hogy melyik követelés mennyire érintette meg ennek a korszaknak az ifjúságát. A politikai követelések a következők. Követeljük, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek az elmúlt időszak bűneiért, és a tárgyalásoknak a legnagyobb nyilvánosság előtt kell lefolyniuk. Követeljük a tájékoztatás szabadságát, a sajtó mindenben hozzon részletes beszámolót, és fűzzön hozzá kommentárt. Követeljük, hogy Nagy Imrét és Lukács Györgyöt válasszák be a központi vezetőségbe. Bérügyi reformot követelünk. Állapítsák meg az államtól származó összjövedelem felső határát, és gyorsítsák meg az alacsony bérek felemelésének ütemét. Követeljük a halálbüntetés eltörlését politikai bűncselekményekben. Új alapokra fektetett, szabad, demokratikus választási rendszert követelünk. Követeljük, hogy az egyetemi ifjúság nagyobb részt kapjon az ország politikai és egyéb ügyeinek intézésében. Halász György negyedéves Orbán Kalmát illeti a szó. Köszönjük. Politikai kérdésüléseket szeretnék még hozzászólni. Annyira...
hogy azt hiszem, hogy minden magyar embernek az egyik legfőbb vágya az, hogy a most talán 10 000 tömegében jelenlévő kormányokat az országból távolítsák el. Hogyha a MEFESZ politikai követeléseinek ezt a bizonyos szegedi 12 pontot úgy vizsgáljuk, hogy milyen eszmerendszert képviselnek, akkor hányom tényezőre tudjuk bontani. Részben a politikai rendszerváltás, részben a gazdasági rendszerváltás, részben pedig a nemzeti függetlenséggel kapcsolatos követelésekre csoportosíthatjuk őket. Azt mondhatjuk tehát itt, most egy ilyen részösszefoglalásként, hogy az 1956. október 16-án megszületett Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége október 20-ai programalkotó nagygyűlésén megfogalmazott követelések, amelyek később a diák küldöttek tevékenysége által, erre a szlájdra azt tettem rá, hogy a nagygyűlés után, tehát 21-től elindulva, a MEFESZ, szegedi MEFESZ küldöttei megjelennek a magyarországi egyetemeken, és oda viszik a MEFESZ megalakulásának a hírét, illetve a követeléseket. Tehát a 20-án megfogalmazott követelések a küldöttek által válnak október 23-án a forradalom követeléseivé, és majd október 30-án a Nagy Imre kormánynak a programjává. Október 22-én, ez egy jól ismert röpirat, október 22-én készült a Műegyetemen, ez a bizonyos 63-30-as stencil példány, és itt azt láthatjuk, csatlakozunk a szegedi egyetemisták javaslatához, és megalakítottuk az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetét. A Budapesti Műegyetemnek az ülésén egyébként Kis Tamás és Lejtény András vesz részt. Ők maguk ketten részt vesznek a demonstrációban, a felvonulásban, a tüntetésben, illetve a BEM-szobornál és a parlament előtti tüntetésben is. És ezen a bizonyos hangszórós kocsin, ez a Petőfi körnek a hangszórós kocsija, itt Kis Tamás visszaemlékezéséből tudom azt, hogy ezen a hangszóros kocsival járták a várost, és a forradalom jelszavait mondták be. Ez itt Lejtényi András, ő szintén joghallgató volt, és egyébként teljesen véletlenül ebben az időben, tehát 1956. október 23-án a Színház és Filmművészeti Főiskolának az operatőr tanszakának a vezetője kiosztott a hallgatók között 3 kamerát, hogy vegyenek fel a napi események közül belátásuk szerint, amit gondolnak. És milyen módon egyébként Zsigmond Vilmos vette fel ezt a képsort, amelyen, hát úgy feltűnt, amikor először láttam, hogy érkezik ez a hangszórós autó, és hát szívós munkával, kollégáim segítségével tudtuk kikockázni, és itt kapaszkodik Kis Tamás, és itt pedig Lejtényi András szerepel. Kedves kollégák, most már előadásom vége felé közeledve, az összegzés irányába hatva egy kis összevetést szeretnék tenni. Az előadás során az itt tárgyalt 3 fejezet, 3 egyetemi ifjúsági mozgalom esetében, hogyha megvizsgáljuk, hogy a képviselt, vallott és képviselt értékeknek, ezeknek az érték dimenzióknak, az értékeknek a halmazai között milyen metszeteket találunk, akkor azt látjuk, hogy mind a 3 mozgalomnak az értékorientációi, értékvilágai tulajdonképpen azonosak. Az itt felsorolt értékek tekintetében. A tudás, amely az egyetemen belül a műveltséget, az értelmiségi létre való felkészülést jelenti. A kultúrát, ebbe beleértve a nemzeti hagyományokat, a nemzeti jelképeket, a különféle ünnepeknek a méltóság teljes megünneplését. Az univerzitás szellemiségét, amely, mint már említettem, az egyetemi polgárjogból eredő
státuszhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségeket jelenti. A szabadságot, amely a gondolat, vélemény és szólásszabadságot jelenti, és ezzel összefüggésben a demokráciát, amely a demokratikus döntéshozatalt, az alulról építkező véleményformálást, a véleményeknek a szabad megfogalmazását és annak képviseletét jelenti. Az autonómiát, amely az egyetemen belül az önkormányzatiságot jelenti, ez egyetemi önkormányzatiság és hallgatói önkormányzatiság fogalomrendszere egyszerre. A közösségiség, amely az önszerveződés jogára mutat, amely szolidáris, szolidaritás értékeit vallja és empatikus értékeket vall, és a cselekvő állampolgár részvételt, amely a felelős értelmiségi habitussal, identitással kapcsolódik össze. Ilyen módon tehát azt mondhatjuk, hogy az egyetemi közösségek dominánsan homológok, empatikusak és érzelmileg motiváltak. Az, hogy dominánsan homológ, az azt jelenti, hogy egyenlő felek a tagjai. Nincsen alá-fölé rendeltségi viszony. Az egyetem kampuszain belül a professzor, a tanársegéd, a nem oktató dolgozók és a hallgatók éppen ugyanazzal a polgárjoggal rendelkeznek. Az, hogy szolidáris, az azt jelenti, hogyha neked valami fáj, nekem is fáj, és az empátia, az pedig ennek a lelki köteléke. Az érzelmileg motiváltság pedig azt jelenti, hogy alapvetően az egyetemen belül kedves emberek élnek és ott léteznek. Ezeket a generációkon átívelő értékeket, hogyha hallgató és oktató korszakok szerint vizsgáljuk, akkor ezzel a kis táblázattal lehet összefoglalni. Itt az első oszlopban a 30-as évek egyetemi oktatói halmazát látjuk, azokat az oktatókat, akiket a későbbi visszaemlékezők a velük készült különféle orálhisztori interjúkban, amiket velük készítettünk, ők erről vallottak, hogy kik voltak azok az oktatók, akik számukra példaértékűek voltak. Az évszámok a nevek mögött az egyetemi oklevél megszerzésének a évszáma. Bocsánat. Mint látjuk, hogy egyetemi hallgatóból, a vastagított az azt jelenti, hogy az adott korszakban már mint oktató része a szegedi felsőoktatás világának. Tehát hallgatóból oktatóvá válva, és egy újabb hallgatói generáció, újabb hallgatói nemzedék számára történik meg az ő körükben ez a bizonyos értékátadás, amelyeket nyugodtan nevezhetünk egyetemi értékeknek, vagy az univerzitás értékeinek. Előadásról végén szeretnék egy néhány összegző megjegyzést tenni, visszautalva kiinduló állításaimra. Tehát az egyetemek polgársága, én úgy gondolom, hogy itt a három fejezet alapján világosan kirajzolódott önök előtt egy értelmező közösséget alkot, amely azt jelenti, hogy a külvilágot formálja, a külvilágból szerzett tapasztalatokat, információkat közösen átbeszéli, és arról közösen gondolkodik, és átszűri az egyes ember számára. A második ilyen, hogy a tudás átadása mellett értékek átadása is zajlik, ezt nyugodtan nevezhetjük úgy, hogy értelmiségképző funkciója az egyetemnek. Aztán a következő állítás az, hogy az egyetemek értékorientációja jellemzően posztmateriális, tehát az anyagi érdekeken túli eszmei vagy szellemi értékeken alapulnak. A következő pedig az, hogy a generáció váltások eredményeként az egyik nemzedék egy újabb nemzedéknek közvetíti azokat az értékeket, amelyek egyébként napjainkban is jelen vannak az egyetemen, és egészen visszanyúlnak tulajdonképpen az európai egyetemeknek a megszületésére, ott az első 1000 évnek a vége tájára. Az értékek hordozói, az ifjúság és a felnőtt generációk, itt vannak szimbolikus személyek, akik maguk is képviselnek és hordoznak ilyen értékeket, de vannak olyan terek, a kampusznak a terei, mint például Szegeden az Auditorium Maximum, az egyetem nagy előadója, amely 2018 óta nemzeti történeti emlékhely is a kormány rendelete szerint. A cselekvés minták, úgy mint az önszerveződések, ezek jelentéshordozó szimbólumként értelmezhetőek, és végül az utolsó bizonyított állítás az az, hogy ezek az egyetemi ifjúsági mozgalmak speciális, generációkon átívelő, tehát transztörténelmi,
történelmi korszakokon átívelő értékvilággal rendelkeznek, és mivel ilyen értékeket tükröznek, ezek sűrűsödnek össze az egyetem szervezeti mikroklímájává és az egyetem személyiségévé. Ilyen módon tehát az egyetem egy sajátos szervezeti személyiséggel rendelkező intézmény, egy speciális intézmény. Kedves kollégák, tudván tudjuk azt, hogy mi egyetemi polgárok, oktatók és hallgatók, hogy a nemzeti kulturális örökségünk megőrzése, a hagyományaink megőrzése, a tudás megőrzése, és ezeknek az értékeknek, az egyetemi, speciális egyetemi értékeknek a megőrzése, az nem úgy működik, hogy a hamut őrizzük, hanem úgy, hogy a fáklyát az egyik nemzedék átadja a másik nemzedéknek. Hogyha azzal a kérdéssel játszunk el, azzal a gondolattal, hogy mit üzenünk a 22. század emberének, akkor Nagy Lászlót parafrazálva mondhatjuk azt is, ha még emberarcuk lesz, akkor csókoltatjuk őket. Én úgy gondolom, hogy és ezek az egyetemi ifjúsági mozgalmak az egyetemünk oktatói és hallgatóinak az értékközössége tevékenységéből, szerepvállalásából és az egyetemnek a küldetéséből, missziójából nyugodtan mondhatom azt, hogy intézményünk az egyik leggyeresebb olyan hazai tudományegyetem, amely az oktatás és a kutatás magas nívója mellett bizony a Max Weber által megfogalmazott, az én véleményem szerint legfontosabb küldetésben sem kell restelkedjen, méghozzá az új nemzedékek számára az intellektuális becsületesség kialakítása, illetve annak az identitásának a megőrzése tárgyában. Természetesen ebben mindannyiunknak vannak feladataink, nekünk oktatóknak, önöknek hallgatóknak, sőt önöknek, mint az új értelmiségi nemzedék tagjának, akik ezeket az értékvilágokat fogják képviselni, és át fogják majd önök is adni a következő generációra, és akkor bízunk benne, hogy a 22. század emberének még emberarca lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm az előadást, és önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Molnár Gyöngyvér, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézetének intézetvezető egyetemi tanára tartja meg a digitális forradalom az oktatásban, a technológia szerepe a felsőoktatás megújításában című előadását. Várjuk önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!